Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Bedobozolta és elszállításra valónak ítélte egy kortárs képzőművész, Kolotkó Mihály a Dunakorzón található Zsánel szobrát. Mondván az hazug, jelentéktelen, harmadlagos tákolmány, nem műalkotás. De ki határozhatja meg, hogy mi a művészet? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Veselényi Garai Andor építész-teoretikus, aki álmélkodó iróniával, olykor pedig szomorúan szemléli a köztéri Zsánel szobrok kapcsán időről időre fellángoló palávert. A művész határozza meg, mi a művészet, de amint a művészettel való kereskedés belép a képbe, a művészet háttérbe szorulhat. Vaja Dörner György, az új színház igazgatója. És itt lesz Keselyek Gergely karmester is. Ő úgy látja, a 20. század elrabolta a zenét az emberektől. Az a dolgunk, hogy visszaadjuk. Jó estét kívánok a nézőknek, és üdvözlöm a stúdióban vendégeinket, szervusztok! Művészetről lesz ma szó, és a művészet egy olyan dolog, amit gyakorlatilag minden emberöltő megpróbált értelmezni magának, azon belül sok-sok művészetértelmezés született, ezért, és mindig újra értelmezték. Ezért azt gondolom, hogy kezdjük talán azzal, hogy mondjátok el, hogy nektek mi a művészet? Andor, neked mi a művészet? Fú, pont velem, kezdjünk bele. Első éves esztétika, első óra. Jó. Neked mi a művészet? Nem az esztétika órának mi. Én szeretem azt, hogyha azokon a dolgokon keresztül, amit mondjuk mindannyian művészetnek fogadunk el, valami olyasfajta tudást kapok a világról, amit más médiumon keresztül nem kapok meg. Szeretem, azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó eszközünk arra, mi saját magunknak, ha szabad ilyen patetikusan fogalmazni, hogy olyan kérdéseket tegyünk föl, olyan dolgokra világítsunk rá, amire nem tudunk, nincs módunk rávilágítani más eszközökkel, csak is ebben az egy dologgal, amit most egyezményesen művészetnek hívunk. Legyen az akármi is. Tehát nem a definíciót adnám meg szívem szerint, hanem azt a hatást, azt a tudás összességeket, amelynek a jó téteményeiből ezen a dolgon keresztül azt hiszem mindannyian tudunk részesülni. Ez persze művetség kérdése, bátorság kérdése, idő kérdése, foglalatosság kérdése, egészen másfajta tudásokat ad egy olyan embernek, tegyük azt mondjuk a Nemzeti Színház, aki egy nagyon-nagyon egyszerű, én építész vagyok, aki egy nagyon-nagyon egyszerű lakókörnyezetből jön, amit alapvetően a szegénység és a nélkülözés határoz meg, és egészen mást ad mondjuk a női életről és a női lélekről egy nagyon tapasztalt asszonynak, aki mondjuk túl van a válláson a Bovárinét, hogyha elolvassa. Tehát ez egy nagyon-nagyon tág spektrumon tud ez a dolog mozogni, de én hiszek abban, hogy azok a jelenségegyüttesek, amelyeket ma, és most már ismétlem magam, szeretünk művészetnek hívni, vagy úgy besorolunk a művészetnek a hatalmas kalapja alá, az a tudásainak, nagyon-nagyon mély és nehezen leírható, nehezen kanonizálható tudásainknak a forrása. Ez izgalmas. Jöjj neked? Jó estét kívánok először is. Jó estét kívánok. Hát a művészet az... véleményem szerint az Isten áldása. Aztán a művészeten keresztül a művész is egy Isten áldása. A művészet manifesztálódik egy művészben. És aztán, hogy ez mennyire teljesedik ki, vagy mennyire satnyul el, az már a környezettől is függ. De valamilyen módon a művészet, vagy a művészé válás, azt hiszem minden emberben születésétől fogva benne van. Aztán azt később derül ki talán, hogy a jó Istennek van-e nagyra törő szándéka azzal a emberrel, és lesz belőle művész, vagy pedig megmarad művészet kedvelőnek. Izgalmas. Gergely, neked? Én a művész felől közelítem a művészetet. Jó estét mindenkinek, szervusztok. Azt gondolom, hogy a művész az a személy, aki kapott a Jóistentől egy olyan antennát, ami bizonyos metafizikus, mondjuk így, információk lehívására alkalmas, és ez két fázisban történik. Az egyik az alkotóművész, aki ezt az információt első fokon mondjuk materializálja,
én karmester vagyok, tehát az én esetemben mondjuk a zeneszerző leír egy kottát, és egy második lépcsőben az előadó művész szintén összeköttetésben lévén ezzel a fölsőbb metafizikummal, most egyelőre tágítsuk, hagyjuk ilyen tágan így, mondhatjuk Jóistennek, Teremtőnek, Természetnek, Kozmosznak, Világmindenségnek, ez pedig fölolvassa, de persze mindenki hozzátesz egy picit magából, de nagyon fontos, hogy nem az egójából, hanem a lelkéből. És ezek az így létrejövő produktumok, azokat hívjuk művészeti alkotásoknak, különböző műfajokban. Én szerintem egyébként nagyon érdekes, hogy a Jóisten mindenkinek ad valamit ebből az antennából, szerinted? Lehet, hogy igen. Én úgy gondoltam eddig, hogy van, akinek ilyen antennát ad, van, akinek pedig más feladatot szán az életben, vagy mi leszületésünk előtt más feladatot szánunk magunknak. Mindezzel együtt én nem azt gondolom, hogy vagyunk mi a magas röptű művészek, és vannak a civilek, hanem vannak, akiknek más feladatuk van, és mi nekünk az a feladatunk, hogy az ő számukra valamit lehozzunk ebből a tudásból. Most ez nagyon érdekes volt, mert ugye, amit Andor mondott, az tulajdonképpen egyfajta konszenzuális létét jelentette a művészetnek. Tehát a környezet, a befogadás, a műveltség alapján. Ti mind a ketten a személy felől, tehát personálisan határoztátok meg és a művészetet. És a Jóisten felől teszem hozzá. Anélkül nem működik. Na, de anélkül nem létezik a személy sem. Igen. Tehát azt gondolom, hogy... Tehát igen. Bocsánat, csak egy fél mondatot a Gergelynek, hogy a tehetséggel kapcsolatban, ugye hát a talentumra gondolunk, a talentumot mindenkinek ad a Jóisten, és hogy ki, hogy gazdálkodik a kapott talentummal, az már természetesen a személyen is múlik, és ha jól gazdálkodik, a Jóisten ad még hozzá. Persze, csak hogy a talentum az sokféle irányban fejlődhet ki. Hát szerintem. Ha művészetről beszélünk, akkor én elsősorban hát, művészeti irányban. Igen, de hogyha a Bibliából indulunk ki, tehát van, aki elveszíti a talentumot, van, aki megtartja, és van, aki szaporítja. Jó, de aki szerintem, én csak azt akartam mondani ezzel, hogy aki egy fantasztikus agysebész orvos lesz, az nem, azt, nem élem úgy meg, hogy a művészeti talentumát elfecsérelte, hanem ő egy más irányultságú talentumot, más irányultságú életfeladatot kapott az én világképemben. Szóval dallamosak ezek a mondatok, bocsánat, és Isten őriz, hogy bárkit a transzcendenciával való kapcsolatában, vagy a hitében meg, csak nem erről van szó. Nagyon dallamosak ezek a definíciók, amiket adunk, de hogyha egészen lefosztjuk a lírát, hogy Isten nyugosztalja egyszer most anyám mondta, Bandikán fosszuk le a lírát, akkor az igazság, hogy a művészet az, amit valamikor valakik valamilyen helyzetben egyszer művészetnek ismertek el. Ki dönti el? Azt kell mondjam, hogy erre egy nagyon-nagyon komplex intézményrendszer épült ki, 1750-nel kezdve gyakorlatilag. Ez kezdődik az akadémiákkal, a művészetnek a hivatalos élvezésével, folytatódik a képzéssel, folytatódik avval a hittel, hogy a művészeten keresztül az emberi élet jobbá lesz, folytatódik azokkal az intézményekkel, amelyekkel hivatásszerűen foglalkoznak, kritika, lapok, galériák, folytatódik a nagy nemzeti, már jóval korábban belépve a képbe, a nagy nemzeti intézményrendszerekkel, amelyek arra épülnek rá, hogy vigyék, hordozzák, ápolják a nemzetének elfogadott kultúrát, legyen az nyelv, kép, tárgy vagy szobor, és gyakorlatilag ez az intézményrendszer az, ami a saját maga működési elve szerint évmáron évszázados hagyományokon keresztül egészen az oktatásig begyökeresedve, például egy olyan egyetemen keresztül is, ahol én jelenleg tanítok, ez egy design egyetem, ez termeli ki azokat, és ennek a termésnek magam is része vagyok a saját magam végzettségéből, a műegyetemről, azokat az embereket, akik úgy érzik, hogy kisebb-nagyobb biztonsággal mernek nyilatkozni abban, hogy mi művészet és mi nem, vagy legalább támpontot tudnak adni a hallgatóiknak abban, hogy milyen kérdéseket tegyenek fel. Szerintem itt áttértünk a művészetről, a művészettel való foglalkozás, akár a művészettel való kereskedés mesdjéjére, mert amiket te említettél, ezek már nem a művészethez, és nem a művészhez természetesen a művészet, mint árucikként keresztül kapcsolódnak, de a művészettel való kereskedés,
az egy, szerintem egy másik mesdje, és ezt sokkal könnyebb definiálni, mint magát a művészetet. A művészetet véleményem szerint nagyon nehéz kézzelfoghatóan magyarázni, a művészetet a művész tudja magyarázni a produktumán keresztül, legyen az bármiféle művész, zenész, előadó művész, építész, vagy akár képzőművész. Az én világképemben az, amit Andor mond, az a mesterség. Tehát, hogy a minden művészet egyfajta mesterségre épül. Tehát, hogy a hegedűsnek mesteri fokon kell tudnia kezelni a hangszerét. A szobrásznak kell tudni, hogy mik azok a mesterfogások, amitől a márvány úgy fog lepattanni, ahogy ő szeretné, hogy lepattanjon. Ezek, amiket elmondtál, az nekem inkább ezek a mesterségbeli dolgokra érvényesíthető kritériumok, és ezeket elég objektíven meg lehet ítélni, például egy zenekari próbajáték során, amikor egy hegedűst felveszünk, akkor ott nagyon-nagyon pontosan, szinte most egy kicsit túlzásban megyek, de azt mondom, hogy herc számra le lehet mérni géppel, hogy tisztán játszik-e, és metronommal meg lehet nézni, hogy tartja a ritmust. Tehát, hogy gépies módon akár ezeket le lehet mérni, de hogy aztán a Pinocchio életre kele, vagy pedig egy mester ilyen kifaragott bábú marad, én nálam, az én világképemben ott kezdődik a művészet. Na most ez azért nagyon tanulságos így hármunknak a beszélgetése, mert ez jól modellezi azt, hogy erre a kérdésre, hogy mi a művészet, két abszurditásig elhúzott szélsőséges álláspont adható. Az egyik egy eszencialista álláspont, amit ti képviseltek, hogy tehát létezik valamiféle megfoghatatlan eszencia a dolog mögött, amitől érezzük, hogy hú, itt valami történik. A másik pedig egy végletesen institucionalista irányzat, amelyik azt mondja, hogy nem tudunk ezzel az eszenciával mit kezdeni, de nézzük meg azt a komplex kulturális intézményrendszert, amelyik támogatja, segíti, abajgatja, pátyolgatja azt a valamit, aminek a közepén mindenképpen ott van ez a bizonyos eszencialista álláspont. Institucionalizmussal könnyebb mit kezdeni, tehát az intézményes művészet definícióval picikét könnyebben tudunk dolgozni. Rendben van, Andor, de akkor már is felvetődik. Tehát létezhet-e a művészet önmagáért, vagy létezhet-e azért, mert egy struktúrába bele kell illeszteni, vagy pedig a művészet azért létezik, hogy van középen, akiről eddig még nem beszéltünk, a befogadó, akinek ez a művészet, az az élmény, amit neki ez nyújt, az egyfajta katartikus életérzést ad. És ez a legfontosabb szerintem. Tehát a művész azért lesz művész, mert megkapta a Jóistentől a talentumot, azt ügyesen, azzal ügyesen sáfárkodott, és azzal ad valamit annak az embernek, aki ezt a másfajta talentumot kapott, de ettől ő jobb lesz, vagy neki jobb lesz az élete. És ez nagyon fontos. Tehát, hogyha ez kimarad, akkor beszéltünk a művészetről, de akkor az egy önmagáért való dolog lesz. Én azt hiszem, hogy azokon a nagy műalkotásokat, hogyha egymás mellé tesszük, amelyek műalkotások sorozatából megírtuk magunknak azt a dolgot, amit művészettörténetnek hívnak, akkor ezt a rejtett kontraktust az esetek 98%-ában megtaláljuk. Tehát azt hiszem, hogy ez a legelső mondatom ez volt, hogy ez a bizonyos, egészen más dolog az, hogyha én művészként tudatosan keresem azt, hogy a közönségemnek megfelelő, a közönségemnek tesső dolgokat akarjak csinálni, és ezért akár alá is fekszem a dolognak, vagy van bennem valami, és most innentől kezdve én is metaforákban beszélek, valami őrületesen a sziklába utat vágó erővel tombol valamit, amit el akarok mondani a világról, amiről persze meggyőződésem, hogy csak én látom, csak én tudom, hisz én vagyok a váltás, én látom a világot, én vagyok, és el akarom neked mondani, hogy miről van szó. De nem én vagyok. Bocsánat, hogy... Tehát, hogy ha így vesszük, akkor is megtalálom ezt a bizonyos rejtett kontraktust. Csak azért mondom, mert hogy mint művészként szerintem nagyon-nagyon fontos, és itt kezdődött a, hogy mondjam szépen, tehát a nagy baj a 20. század elején szerintem, ahol átvette az ego a szerepet, és elkezdett egyszer csak a művész fontossá válni a helyet, amit közvetít. Szerintem médiumnak kell lennünk, és médiumi alázatossággal kell igenis egy magasabb üzenetet átadni. Persze óhatatlanul, és hogyha igazán
hogy mondjam, önzetlenek vagyunk, és megpróbáljuk az egónkat kikapcsolni, akkor a mi lelkünkből is, ami táplálék az embereknek, az fog menni. Én abban hiszek, hogyha én valamit szeretnék mondani az embereknek, és nekem az tényleg feladatom, hogy mondjam. Nem én találom ki, hogy azt le kell írnom, mint zeneszerző, vagy el kell dirigálnom, mint karmester, hanem úgy érzem, hogy az tényleg egy üzenet, amit át kell adnom, akkor mint zeneszerző meg fogom találni azt a zenei nyelvet, amit ők megértenek, mert az már csak egy másodlagos dolog, hogy én most dodekafóniát írok, vagy nem, az a lényeg, hogy a célközönséghez eljusson, és itt volt a baj, amikor én elkezdtem azért, hogy érdekes legyek, dodekafóniát írni mondjuk, ami nem nagyon jut el az emberhez, most ez egy hosszú dolog, és erről meg lehet külön műsort csinálni, de azért, mert nem a természetben gyökerezzik. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy el kell jutni, és akkor itt vagyunk, hogy a közönség hol van, hát az is egy spirituális feladat, hogy a közönséghez kell szólnunk, és hogy egy picit most azért lerángassam a földre, mert most már úgy néz ki, mintha valami pap lennék, vagy nem tudom én. Mindjárt visszatérünk az apropóhoz. Miközben ne felejtsük, hogy te a hozott anyagból dolgozol, tehát nincs persze, neked le kell vezényelned azt a hámonviselőt, hogy arról van szó. Igen, de hogyha nem lehelem bele, vagy nem leheli valaki rajtam keresztül bele a Pinokkió lelket, akkor az csak egy bábú marad, és van úgy, hogy kedden bábú marad, és szerdán meg fölélet, tehát ez van. Szóval, hogy le kell rángassam én magam is a földre, szóval a művészet az pénzbe is kerül, és a pénz, és a művészet szerintem kivéve valami nagyon nagy mahinációk és spekulációkat leszámítva önmagát nem tartja el, tehát azt a pénzt valakinek bele kell tenni, vagy közpénzt, vagy mecénási pénzt. És hogy egy minősítési rendszer egyébként. Így van, és akkor ehhez, hogy valamiféle institucionális, hogy mondjam, fölmérés vagy normarendszer legyen, ez egy szükségszerű rossz vagy dolog, nem tudom, tehát ezt nekem is el kell ismernem, hiszen a levegőből nem tudunk színházat csinálni. Nagyon fontos, itt a legfontosabb kérdés, tehát a levegőből nem lehet színházat csinálni, Magyarország pici ország, az, hogy létezzen a színházművészet, ahhoz többfajta támogatási rendszer kell, ennek megfelelően a többfajta támogatási rendszer azonnal politikával átitatódik, mert mi az, ami nem itatódik át ma Magyarországon politikával, és ebben a pillanatban, Gyuri, ott vagytok a célkeresztben, és kapjátok a hideget, meleget. Hát igazából a művészet és a művészekhez képest ez részletkérdés. Ez nem lényeges. Ez a praktikum része. Természetesen nagyon fontos, majd vissza is térek rá, de az a véleményem szerint ez a fontos, amiről, hogy a művészet és a művészről beszéljünk, mert az, hogy művészettel való kereskedés, mert ez végül is, amit te mondtál, az gyakorlatilag az. Művészettel való kufárkodás. De a mi helyzetünk legnagyobb furcsasága az, hogy a művészeket arra kérik fel, hogy a művészetről beszéljenek, beszélgessenek, ahelyett, hogy magát, a művészetet gyakorolnánk. Tehát engem nem arra kérnek fel, hogy itt mondjak el egy színdarab részletet, a Gergőt nem arra kérik fel, hogy csellózzon, vagy nem tudom, dirigáljon egy zenekart. Szóval ez az alapvető furcsaság. És nyilván kíváncsiak az emberek arra a tapasztalatra, ami fölgyűlt benned. Igen, de megengedem, sőt, a művészek 90%-a nem képes tán arra, hogy a művészetről beszéljen, és hogy verbálisan közölje valakivel az ő művészetét, mert itt éppen a forgatás a műsor előtt egy izgalmi állapotban volt a tanult kollégám. Tehát a művészek dolga nem az, hogy a művészetről beszéljenek, és a művész, megvan az a kaszt, amelyik a művészetről beszél, és megengedem, sokkal nagyobb hasznot húz belőle, mint maguk a művészek. Sőt, vannak olyan művészek, akiket úgy csapnak be a művészettel való kereskedők, hogy még szinte ő sem érzi. Aztán, amikor körülnéz, és látja, hogy az általa silánynak ítélt művet, vagy műveket, vagy terméket, művészi terméket ajnározzák, akkor bizony forrong
engem teljes joggal forrom, de mit tud tenni? És akkor itt jövünk el, azt hiszem, ahhoz a kérdéshez, amit te föltettél az imént, hogy az a környezet, ami körülveszi a művészeket, és ezen kereszt, rajtuk keresztül magát a művészetet, és annak támogatását, mecenatúráját, nagy felelősség. Az akkora felelősség, hogy azt igazából nem művész, vagy művészhez, vagy művészethez közel álló ember nem is tudja. Nem is tud érteni hozzá. Aki nem tudja megítélni azt, hogy mi egy jó zenemű, mi egy jó zenészi produkció, mi egy jó építészeti produkció, milyen jó előadó művészi, tehát színházi, egy színészi produkció, de szerencsére, hát azért van nekünk egy előéletünk itt Európában, meg azért főleg, hát van mire támaszkodni, van mihez igazodni. Hát azért itt annyi kultúra rakódott egymásra Európában, hogy dúskálhatunk, dúskálnunk kell a gyönyörűséget. De meg kell élned belőle. Gyuri. Természetesen ez hozzá tartozik. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy igazából, hogy jó színvonalon tudjam művelni a művészetet, ahhoz jól kell élni, mert egy rosszul élő művész hajlamos fércművek készítésére is, anyagi javakért. Szerencsés, meggyőződésem, nem szerencsés. És akkor ennek vannak aztán az anomáliái, hogy ki az, aki megállapítja, hogy mi a művészi, mi a jó, meg mi a rossz. Szóval, de ez már nem a művészethez tartozik. Egyébként jó, hogy mi erről beszélünk. De lehet piacosítani? Nagyon jó. Lehet piacosítani. Lehet, persze, de csak tisztességesen. Na de akkor dobjunk fel egy problémát. Amit a Gergely csinál, amit ti csináltok, az gyakorlatilag a pillanat művészete. Ott eldől, és annak a megvásárlása az egyszeri, megismételhetetlen, megmarad a katarzis adott esetben egy ideig, de nem anyagiasul, nem tudja kézbe venni. Másik oldalon építészet, képzőművészet, katarzis és anyagiasult. Tehát például a támogatásokban is ez a fajta különbség van meg. Ezért kell Magyarországon a zeneművészetet és a színházművészetet a lehető legmagasabb szinten támogatni minden szempontból, plusz olyan értéket előállítani, amelyet megfizet a néző, és a másik oldalon az akadémikus művészetben és a nagy döntököknél el kell dönteni, hogy mi az a művészet, ami bekerül a nagy múzeumokba, és példává válik, és mi az a művészet, ami a nagy múzeumok mellett a gyűjteményekben is megjelenik, és értékké válik. Mind a képzőművésznek, építésznek, szobrásznak, stb., mind pedig annak, aki ezt felhalmazta. Ez már egy többszörös tezauráció, az a ti esetetekben nem valósulhat meg. Így gondolom? Jól gondolom? Jó hosszú monológ volt, nem tudom, bocsánat, mi a kérdésem van. Annyit tennék hozzá, hogy az építészet... Próbáltam egy jaj, nem piszkálódásban mondtam. Bocsánat, nem piszkálódásban mondtam. Az építészet ebből a szempontból azért szerencsés az összes többi, és most legyünk nagy vonalúak önmagunkkal építészekkel szemben, művészet a többiekhez képest, mert ez eddig is piacosított volt. Így van. Kétségtelen tény, hogy elválaszthatatlan az elmúlt 15 év, 10 év hazai építészeti termésétől az a nagyon erős állami gazdasági koncepció, amely az építőipar tette meg a húzóágazatnak. Ezt egy konferencián, YouTube-on is fönn van, ezt már elmeséltem, mi építészek ennek csak a haszonélvezői voltunk. Az, hogy megépüljön egy ház, avval valakinek ki kell fizetni, valakinek meg kell vásárolni, és neked és nekem, mint megbízónak és megbízottnak, egyet kell értenünk avval, hogy hidd el, ez így neked jó lesz. Te elhiszed nekem, megépítjük, nem dől be, nem ázik be, nem dől össze, nem ázik be, és mellesleg még szép is. Akkor ezt már építészetnek nevezhetjük, és mindannyian boldogok vagyunk. És ennek egy nagyon-nagyon régóta kidolgozott rendszere van. Ebben az értelemben az építészet nem szorul rá olyasfajta közvetlen alapítványi, állami és egyéb támogatásokra, mint például az előadó művészet, mint például a színház művészet. Hiszen azok az építészek egyéb akkor sem tudnak megélni a piacról, hogyha teszem azt, nem úgy működik, nem találja meg a hangot a megbízójával. Nincs az a pályázati támogatási rendszer, amellyel működtetni lehet egy építészirodát. Márpedig ma 100-110-120 fős nagyon-nagyon komoly építészirodák szerveződtek ezek közül a hatalmas állami beruházások köré.
Most nem tudtam, mit kérdezem, most én sem tudom, hogy mire válaszoltam, de egy picikét más az építészetnek nem a helyzete. Nem, ez anyagiasul, mind a képzőművészetben, mind pedig az építészetben. Ugyanakkor, amit a Gyuri és a Gergő csinálnak, az gyakorlatilag a pillanatművészete, annak a művészete, hogy érzelmeket ad az embernek, de az érzelmekből bármennyire is jó érzés az nektek, nem lehet megélni, hogyha ez megfelelő támogatással, szponzorációval, és adott esetben a nézők, az élvezeteket szerző emberek anyagi támogatása és jegyvásárlása nélkül tört. Nem a minden részén a Földnek van ez így. Egyáltalán nem. De persze. Gondoljunk például Amerikára, a Nagymező utca nem a Broadway-ra. Ég és föl. Kis Broadway-unk. Szóval azért egészen más lágéban élnek Amerikában a művészek, vagy úgynevezett művészek, és máshogy élnek Magyarországon a művészek, vagy úgynevezett művészek. És akkor itt megint csak egy külső szemmel művészetet elbíráló garnitúra problémájához érkeztünk el. Hát mi az, ami eladható annak a számára, akinek van anyagi tehetsége ahhoz, hogy megvegye ezt a fajta művészetet? Hát csak olyan helyeken, ahol duskálnak az emberek a pénzben. Persze. Tehát például Amerikában, ha nézzünk akár egy átlagkeresetet, vagy nézzünk Magyarországon, akkor látjuk, hogy ott megengedheti magának. Ott egy színész. Hát ki sem merem mondani azokat a különbségeket, számokban kifejezhető különbségeket, amik léteznek. És ha akármennyire nyomjuk el mi itt Kelet-Európában magunkban ezt az érzést, hogy persze, hát az egy másik világ, de még itt nem. Azért én ezt legalábbis a zene terén, de talán a színházművészet terén se, azért én nem sorolom magunkat nem hátrébb semmiképpen, nem szellemileg, de lehetőségekben sem. Szellemileg tehát, semmiképpen, de lehetőségekben sem, tehát Amerikában... Lehetőség, ugye, én anyagi javakra gondolok, hát elsősorban, jó, azt hiszem mondtam is. Igen, de hogy Amerikában is, ugye ott egy nagyon szűk réteg, aki például operát tud énekelni, viszonylag kevés operát, ugye a főre, ugye a lakosságra lebontva, például operából nagyon kevés van, és azt mondják zenészeim, hogy aztán a két part között a rettenetes nihil. Nem csak Európából énekesekkel ezt a nihilt dúsan, meg a világ más tájáról is, lehet, mert meg tudják tenni az anyagi jólétünk kapcsán. Lehet, de mi még szerintem azért mi ebben még tartjuk a kulturális vezető szerepünket. Hát minőségben mindenféleképpen. Én szeretnék, hogyha szerintem van egy nagyon fontos probléma. Hogy én nekem azért van egy összeesküvés elmélet félelmem, és kíváncsi volnék, hogy itt ez, ha erre az asztalra kiteszem, akkor mi lesz belőle. Szóval, hogy van egy materiális, egy intellektuális, egy spirituális énünk. Én ezt annak idején a Don Giovanni-ban megrendeztem, hogy a három bariton beszélget a vacsoránál. De nem is ez a lényeg, hanem azt gondolom, itt a beszélgetés elején talán már világos volt, hogy szerintem elsősorban a művészetnek a spirituális énünkhöz kéne szólnia, és ezt valahol a 20. század elején szépen ezt a fonatot, mert azért nyilván mind a háromból állunk, tehát mind a másik kettő is bennünk van, ezt szépen szétfonták, a spirituálist igyekeznek elfelejtetni velünk. Most a zenéről beszélek, mert az az én vadászterületem, és azon belül is leginkább az operáról beszélek. Az ösztönünkre ható, tehát egyrészt elvitték a musical felé, ami én nagyon szeretek, és sokat dirigáltam, de azért az egy ösztönökre ható fanatizáláson alapul a hatásmechanizmus a musicalnek. A kortárs magas művészetet, azt pedig elvitték az intellektuális irányba, és tulajdonképpen vállon veregették az embereket, hogy hát tihez nem értetek, aki nagyon vájtfülű, az majd ért hozzá, és az majd megérti a magas művészetet. És a legfontosabb szál van eltaposva, 10 évvel ezelőtt én akkor a Bartók Plusz Fesztivál
mondjuk újraalapításakor tettem egy felhívást a világzeneszerzőihez, hogy világzeneszerzői, hozzátok létre azt a radikálisan új opera műfajt, amely a mai musicalek népszerűségét egyesíti a komoly zene és az opera iránt támasztott minőségi, esztétikai elvárásokkal. Mert ezt lehet. Tehát ezt súlykolják az elmúlt 100 évben, hogy azt nem lehet, mert már olyan ronda a világ, hogy az már hazudik, aki szépet ír. Ez mind tessék megnézni, duma, ez mind duma, és ezt és szakmailag tudom bebizonyítani és kiállni mellett, hogy lehet olyan zenét írni, ami ma megfelel a esztétikumnak, és ugyanakkor népszerű is lehet. Persze azért van 100 év lemaradásunk, mert 100 éve azt tanítják az embereknek, hogy te, ami tetszik, az show business, ami pedig hát igazán magas, azt te úgyse érted. Szépen lassan kimegy a tömeg az operából. Persze az Andrássy úton még 1000 nézőhely megtelik, de ha azt mondom, hogy Verdi korában a péklegény fütyülte az utcán a dallamot, az volt a normális. És az az élet, akkor tudtak a művészek az igazi feladatukat teljesíteni, és én 10 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy ez egy anyagi dolog, mert hogy ugye a menedzser irodák, akkor így, ha most megmondják, hogy ő a jó zeneszerző, tehát hogy kikapcsolják a közönség szavazatot, akkor ők ebből anyagi... Nem. Ez az emberektől el akarják venni a szépséget, mert hogyha nem kapják meg nagy tömegben, akkor majd könnyebb lesz egymásnak uszítani őket, könnyebb lesz háborukat kiprovokálni. Ez egy kőkemény összeesküvés elmélet, tényleg. De egyébként van benne ráció, és bőven van benne ráció, azt hiszem, és a Gergely sugallja is végül is a lehetőséget. Igenis vissza kell térni azokhoz a klasszikus értékekhez, és pedig a kulturális, mindenkori kulturális kormányzatok támogatásával, segítségével, hiszen az iskolarendszerért felelnek. Az iskolarendszerből kiveszett az énekóra, mint ahogy a testnevelés óra is kiveszett. De ezek mind vissza kell, hogy kerüljenek, mert ezek nem ilyen ostoba dolgok, hogy épp testben, épp lélek, jaj, de ózsdi dolog, nem. Test és lélek, amíg ember létezik, addig mindig lesz, és minél nagyobb egységben lesz, annál boldogabb lesz maga az ember. Azt hiszem, és ez egy remek mesdje arra, hogy térjünk vissza azokhoz a klasszikus értékekhez, és merjük azt mondani, akár egy Verdire, egy Mascagnire, hogy az világszám. De hát igen, örülök, hogy támogatásra találok, de ugye az elmúlt 10 évben az Opera Fesztiválon azért előástunk olyan darabokat, és tengernyi van, ami az elmúlt 100 évben született, Nino Rota, Milliomos Nápoly, 1977. Olyan fantasztikus zene, hogy amikor elkezdte az olasz társulat a főpróbát 10:45-kor Miskolcon a nyári színházban, akkor benéztem, aztán benéztem 1 óra múlva, 2 óra múlva, 2 óra múlva gyakorlatilag tele volt, éjjel tele volt a nyári színház, mert mentek a telefonok, hogy ezt hallgassátok meg. Na most 1977-ben elolvastam a kritikákat, hogy mit kapott Nino Rota. A nagyon frankó megmondó emberektől, hát nem hiszem, hogy jól aludt tőle. Zseniális mű. Na de ez rendben van, és rendesen a Miskolci Opera Fesztivál külön szívem csücske, én is Miskolcon születtem, tehát de. És azért mondtam, hogy ez egy kőkemény összeesküvés elmélet, mert hihetetlen sok olyan eleme van, ami egyébként itt az orrunk előtt zajlik le, ebben a posztmodern kornban, ami itt van, amikor adott esetben lehet Nino Rotának a legszebb melódiája, hogyha valaki leül a géphez, és tol egy cuccot, és közben megfelelő képet vág hozzá, akkor egy hét alatt nagyobb sztár lesz a TikTokon, mint Nino Rota az elmúlt 50 évben. Hogyha valaki mond egy szöveget adott esetben, és itt jön az egésznek az előüzleti esedése, tehát, és az intellektus adott esetben kimaradása, a mond egy szöveget, amit egy világnyelven mindenki megért, és megfelelően viccesnek tűnik a hozzávaló mozgással együtt, akkor ő sokkal nagyobb sztár lesz, mint Dörner György.
Tehát gondoljatok bele, hogy itt tartunk, tehát valóban van egy olyan kortünet, amiben az a lényeg, hogy az a bizonyos transzcendens, az lehetőség szerint ne jelenjen meg, az elitet hozzuk ki, és azt toljuk ki valahová, ez az elitizmus, hogy ez nagyon jó, hogy van valami, és egyébként pedig fogyasztókat termeljünk, minél többet. Ugye? Nem azt hiszem, van? Hogy a művészetnek és a művésznek nem ez a dolga, sőt, épp ellenkezőleg. Hát, ennyit tudok hozzátenni. Igazából pedig csak a globalizmusban a művész... A géppel való zeneszerzés az nagyon befészkelte magát a gondolataim közé. Azt hiszem, hogy a géppel való zeneszerzés az biztos egy nagyon kedves és kuriózus dolog. De én nem tudom... Az a tömeg most szerintem. Az agynak azt a fajta tekervényét egyenlőségelet tenni az agytekervény között, ami azt csinálja, hogy egy öt vonal közé pici kis korongokat rajzol, kis vonalakat fölé, kis füleket rajzol, akár oldalakon, akár köteteken keresztül, mondjuk az északi sarkon. És ugyanezt a kis könyvecskét, vagy füzetecskét elviszik, mit mondtam, Hokkaidó szigetére, és ott elé teszik egy ott élőnek, és az belenéz, és elkezd valamilyen hangszeren azután működni, és ez az őket hallgató emberekben érzelmeket, emóciókat vált ki, sírva fakadnak, nevetnek, szórakoznak, érzelmeik lesznek, szeretni kezdik egymást. Nem tudom ezt a fajta agytekervényt egyenlővé tenni a gépi zeneszerzéssel, és valószínűleg én ebben a tekintetben nem változok már meg. Andor régóta hallgat, és jelentkezik közben. Tehát kezdjük ennél az utolsónál. Ezt ugyanebben a műsorban mondtam, ezt szerintem pont egy fél évvel ezelőtt, és bocsánat, de megismétlem magam. Tehát én egyfelől értem ezt a fajta sztárrendszert, globalizált világot, a mémesedést és a látszólagos könnyű pénzkeresési lehetőségét avval, hogyha valaki mondjuk betör egy szerencsés mémmel a TikTokra. Ugyanakkor én annál örvendetesebb dolgot el nem tudok képzelni, mint hogy lett egy ilyen pici kis, nagyon egyszerű eszköz, amilyen keresztül Photoshopot, képmanipuláló programot, rap alapot, kutyafülét, anyám tyúkját ilyen közösségbe hozott, anélkül, hogy végig kellett járjunk az összes Sefcsik skálát, mert mint került ugyanabban a gimnáziumban csellózott, én meg hegedültem. Tehát magyarán a magas művészet, miközben ezt utáljuk, és megértem, hogy utáljuk, mert én is nagyon bénán nézek ki, amikor nyomkodom, és a barátnőm nem hajlandó olyankor hozzám szólni, megérzem, teljesen igaza van, mert használhatatlan leszek, de ezen az a technikai eszközön keresztül a belépési küszöb ebbe a buliba sokkal alacsonyabb lett. Tessetek megnézni, tömegek jelentkeznek az akadémiára, tömegek jelentkeznek szerintem, bár most ez egy forró téma, a különböző színjátékos képző felsőfokú intézményekre, tömegek jelentkeznek dizájnképzésekre, egyetemekre, a grafikus képzésekre egész egyszerűen nem hogy 10, hanem 20-szoros többszörös jelentkezések vannak, és nem csak hozzánk, hanem mindenhova az országban. Azért, mert egész egyszerűen nagyon-nagyon könnyűvé vált az a dolog, hogy akár egy egyszerű módokon keresztül is, ugyan a popnak a műfaján keresztül belépjünk ebbe az egyébként nagyon-nagyon magas Tempelder, ami korábban Tempelder Kunstnak számított. De én ennek örülnék, megmondom őszintén. De ebbe teljesen igazad van. Én szerintem nem? Egy nagyon egyszerű pont az eltérés. Szerintem is jó a kütyű, csak jóra kell használni. A nagyanyáink, édesapám még korábban ezt úgy hívták, hogy Bösendorfer, és leültek, és megtanultak valami zenét. De nem hitték azt, hogy zongora művészek, és nem hitték azt, hogy zeneszerzők. Ugyan már, miért zavar mi? Ha hadd higgye, és miért zavar az minket? Te kevesebb leszel tőle? Azért zavar. Mi szeretnéd magadnak egyedül megtartani a parnasztust, és jó szétbeszélem a műsort. Nem, azért azt gondolom, az tényleg jó, hogy nagyon sok tehetséget föl lehet fedezni, ez igaz. Ez kétségtelen, talán többet, mint anélkül. Bár ezt is nagyanyám mondta egyszer, hogy a tehetség utat tör magának, és ez úgy megmaradt. Tehát, hogyha nincs YouTube, meg nincs, akkor is, az igazi tehetség az akkor is megvolt, meg akkor is utat tört magának. Egy picit az a baj az ilyen perifériális művészetnek látszó dolgokkal, hogy a művészetfogyasztó
azt mondja, kipipálja, hogy én művészetet fogyasztottam, de nem azt fogyasztott. Ő azt hiszi, hogy azt fogyasztott, letudta az a havi, vagy az évi művészet fogyasztását. Na de látod, most te veregeted meg a nézőnek a hátát. Eddig károsztattad a korábbi moderneket, hogy megmondták, hogy mi a művészet és minek kell ülni, most pedig te mondod azt, hogy hát azt hiszed, hogy művészetet fogyasztottál, pedig nem. Szóval tehát ezért voltam ilyen sokáig csöndben, mert akkora széles fronton próbáljuk ezt a művészeti dolgot bekeríteni, hogy szükségképpen fogunk önmagunknak ellentmondani. Most te sem csinálsz, hogy félni, és nem piszkállak, de hogy nem, ez de piszkáljál, ugyanarlap magaslat. Nézed rá az egyszerű embert, de, aki vasesztergályozás után nem, beteszi magának. Meg tudom, meg el tudsz tudom. Tudsz egy vasesztergályos, mert nagyon szükséges. Végül megbeszéljük, hogy remek prima ember. A nagy különbség, és már mondtam azt a szót, hogy mesterség és szakma. Tehát a művészet az mesterségen és szakmán kell. Tehát először le kell tudni pattintani a márványt szakszerűen, és utána majd lehet művészkedni, hogy mit akarok mondani azzal a technikával, hogy lepattintom a márványt. Amíg nem tudom lepattintani a márványt, addig nem biztos, hogy én avatott művész vagyok. Ez van igazságod. Bocsánat, van igazságod. Egyet hadd tegyek még ezekhez a kis készülékekhez hozzá. Biztos, hogy nagyon sokra való, és nagyon, nagyon hasznos dolgok. Viszont úgy szippantják ki az emberből az arányérzéket, hogy az valami félelmetes. És az érzést, az érzelmet és az arányérzéket. Márpedig ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az ilyen készülékeket jól használjuk. Na és itt álljunk meg egy pillanatra. Okay. Teljesen igazad van. Akkor térjünk is. Ugye a műsorunk apropója az, hogy bedobozoltak egy zsáner szobrot a Dunaparton, mert hogy az elrontja a látványt, és egyébként sem művészet. Eldöntheti egy művész a másik művészről, hogy az, amit csinál, művészet? És ezt azért kérdezem, mert hogyha mondjuk megnézzük ezt a Roskovics szobrot, amit Kolotkon Mihály csinált, én amikor ezt láttam, meg kell mondanom, én ezt egy hihetetlen izgalmas, ironikus alkotásnak láttam, független attól, hogy az Ungváron is megvan az Ungparttal, és azért láttam ironikus alkotásnak, mert maga Roskovics Ignác egy olyan művész volt, aki ugye a Müncheni Akadémián tanult, ahol zsáner képeket festettek, és itt látunk egy tárgyasult zsánert. Életnagyságban gyakorlatilag tárgyasult zsánert, ami egyébként a nézők látják is, a budai oldalnak szintén zsánerképszerű vár látványába. Tulajdonképpen tökéletesen beleillik. És ha ezt nem ideológikusan közelíti meg egy másik művész, és azt mondja, hogy ez egy hát kvázi nem művészet, szemét, nem akarom pontosan idézni, és hanem úgy megy oda, hogy akkor én is csinálok ebből egy projektet. És ugye, amit mondjuk Risto, amikor becsomagolta a tengerpartot, vagy becsomagolta az épületeket, akkor én most dobozolni fogok. Csinálok egy új projektet, a zsánerbe belerakok egy dobozt. És onnantól kezdve ez egy izgalmas művészet lett volna. Abban a pillanatban, amit ideológiát gyártunk hozzá, hogy ez azért rossz, mert az én recitatív művészetembe, a Pólyaféle recitatív művészetben nem illik bele, onnantól kezdve kezd igazán izgalmassá válni. Hogy most akkor ez jó, hogyha az egyik művész mondja meg, hogy a másik jót csinál-e. Mert hogy a kritikus megmondja, az a szakmája, igazad vagy, Gyuri. De hogy egy művész kezdi el a másikat ütni, az onnantól kezdve egy kicsit furcsának tűnik számomra. Igen, én nem tudom, én ilyen képek tolulnak föl bennem, hogy például a Tihanyi apátság előtt ott van két olyan szobor, például az István királyom egy eléggé formabontó szobor, és az ő felsége a kilóvat. És teljesen rendben vannak, eszembe nem jut, hogy nem oda való egy ilyen nagyformátum templom előterébe. Nem jut eszembe. Mint ahogy igazából, amikor az is agyamba tud, amikor Figueras-ban elmegyek a Dali múzeumba, és nézem a Dalinak a régi dolgait, teljesen hagyományos, konvencionális szobrok, konvencionális képek, és akkor ott van egy, és ez a többség a múzeumban. És aztán jön egy új korszak, Buñuel hatás, film, biznisz, sok pénz, és akkor elkönnyül. De abba is azért a tehetsége meglátszik. Szóval azért a tehetség az mindenféleképpen előtüremkedik. Egyébként mondjon egyik kolléga a másikról, amit akar. Én kifejezetten élvezem egyébként, ahogy így ezt a purparlét meg a palávért, amit így egyik művész tud a másik kapcsán csinálni, pláne az ilyen zsáner szobrok kapcsán. Az egyetlen problémám van, hogy pláne ezzel a fadobozzal,
És akkor most jön egy nagyon-nagyon magasról lenéző álláspont, tehát hogy míg az a... Magasról szegény... szemlélő, nem magas, hogy lenéző, mert rossz hatása. Freud volt, ne haragudj, Zsigmond elszólás volt. Tehát hogy az a legnagyobb kihívás ezekben a helyzetekben, hogy tulajdonképpen mindeközben senki nem foglalkozik avval az adott városi térrel. Ezek a szerencsétlen zsánerszobrok különösen 6-8 évvel ezelőtti művészeti konferenciákon rengeteget kaptak. És volt szerencsém részt venni egy beszélgetésen, amin, hál' Istennek, most is csak ugyanazt tudom mondani, amit akkor mondtam, hogy miközben valóban nem tudjuk ezt a bizonyos transzcendens értéktartalmat, ezt a fajta közvetítést számon kérni, elvárni az eredeti szobron, ez egyetlen egy zsáner szobron sem, amit Budapesten látunk, mindenközben ezek a szobrok a méretükkel, adott esetben a röhelyességükkel együtt is tulajdonképpen a kutyát nem zavarják. Persze. Bőséggel beleillenek abba a kicsit gicses, kicsit turistás, kicsit pocakos, kicsit parvenű forgatagba, amit a turizmus jelent, amit a filmesztelenül óbégató, most éppen nincsenek, azt kell mondjam, hogy sajnos angol bulituristák jelentenek, és bármikor elvehetők, bármikor lecserélhetők, bármikor átalakíthatóak. Nagyon érdekes kultúrtörténeti kérdés lenne, és ezt bizonyára megtették már okos emberek, például György Péter vagy Radnóti Sándor, kidolgozni annak a kultúrtörténetét, hogy mikor jelenik meg a művészekben az az ére igény, elsősorban szobrászokra gondolok, hogy nagy köztéri alkotásokon keresztül kell szebbé tenni a várost. Szerintem ez összefügg a modernitás, illetve az európai városnak a pusztulásával, meg a modernista városépítészetnek az embertelen tereivel. De ha ezt az igényt kivesszük, és megvizsgálunk egy létező, történeti, középkori alapokon szerveződött budapesti városszövetet, mint amilyen például a rakpart, avval együtt, hogy tudom, hogy ezt 1900 után építették ki a jelenlegi formájára, teljesen világos, hogy ez egy alapvetően egy urbanisztikai termék, amit látunk. Ezzel együtt, ha ezek a szobrok nem ilyenek, hanem másmilyenek, nem így állnak, kicsit arrébb állnak, másfajta térbeli kontextusuk van, akkor sem zavarnak senkit. Senkit nem zavarnak, és ezek ráadásul a simogatható szobrok így közé van, ehhez képest túlzott a felhajtás. Biztos vagyok benne, hogy ezeket el fogjuk unni, és ezeket, megmondom őszintén, nem is olyasfajta művészeti alkotásoknak tekintem, mint hogy tekintünk a ma híres Vazarelli szoborra, most eszembe kés, amelyik vidéki városunkban eléggé ramatja állapotban szegénykém, hanem egy olyasfajta életképnek, amely életkép egy, hát ez most egy csúnya szó, nincs jelentősége, nem számít. Nem számít, hogy ott van, vagy nincs ott. Viszont a Kolotkónak a többi picike szobrai, amelyek itt-ott-amott gerilla módon megjelennek a városban, szerintem nincs olyan budapesti ember, akiben valamiféle kollektív kedvesség élményt ne hozni ezt elő, mert ezek megszólítanak bennünk valamit. Lehet, hogy a Klotkonak nem ez a méret a sajátja, hanem ezek a kicsi kis bigyók. De ezek tündériek, elbűvölök. Igen, őróluk beszél a pontosan. Saját, igen. És ezek gyönyörűek. És gyakorlatilag ebben sincs sokkal több művészi tartalom, mint a Dunaparti dologban, mégis azt érezzük, hogy gazdagabbak, többek, mosolygósabb, izgalmasabbak. Ott van a jó érzés benne. Így van. Én közvetlen szempontból könnyű dolgom van, mert a zeneművészetben azért ez nincs. Tehát, hogy 150 évvel ezelőtt Puccini rajongói és Puccini ellenfelei megdobálták egymást paradicsommal, de nem Puccini dobálta meg a konkurenciát, és ma meg már azt gondolom, hogy ebben, hát hadd mondjak egy olyan liberális mondatot, hogy hadd virágozzon minden virág, tehát nálunk ez abszolút így működik. Tehát hogy nálunk ez nem merül föl, tehát hogy ez hogy mondjam, céhen kívül helyezné azt, hogyha mi így egymást megtámadnánk. A szoborról én nem érzem magamat, hogy mondjam, autentikusnak, hogy nyilatkozzam a konkrét szoborra. Biztos veled is szembe jött, mert Peter Fognak a szobra a Falkmiksa utcában, persze, tudom, megnézegetem, de ez egy Kligl Sándor szobor egyébként, de hasonló a műfaj, ami a szegedi Kárász utca elején van. Arról tudok egy sztorit mondani, ami nagyon-nagyon megmaradt, majd értitek miért. Ott dolgoztam a szegedi szabadtéren, és akkor éppen 2 éves volt a kislányom, és már perfekt járt, és arra sétáltunk, megállt, ugye itt van egy kislány, anyukájával és egy puli kutyával hallgat egy utcazenészt, és a 2 éves kislányom megállt a kislány előtt, oda ment hozzá,
átölelte, és azt hiszitek túlzok, de olyan 50 másodpercig ott maradt. Tehát a fiatal, vagy hogy mondjam, a gyakorlatlan apának és a feleségemnek először jaj, de kedves, utána megijedtünk, hogy Jézusom, mi tört? Megállt a szíve, nem kap levegő? Nem. Átölelte ezt a kislányt, és mint egy felnőtt, 50 másodpercig csukott szemmel ölelte. Tehát erre mondom én, hogy jó, ez nem ez a szobor, nem ez az alkotó, lehet, hogy van létjogosultsága ennek a műfajnak. Leányfalusi vagyok, én a természetben élek. Ezek az urbánus problémák nem érintenek meg. Mondom ezt némiképpen humorosan. Én nem ismerem a budapesti belvárost. De a kérdés, és van rá 30 másodpercet a ti műfajotokban. Igen. Ott azért a művésznek farkasa tud lenni. Hát hogyne. De ebből lehet táplálkozni. Ez egy olyan szerencsés műfaj, hogy tud táplálkozni egy színész, egy másik színész haragjából, ellenszenvéből, hiszen ez a megjelenítés művészete, tehát a jelenformálás művészete, és ebből a színész profitál. Ez a végszó, uraim, köszönöm, hogy eljöttetek. Innen folytatjuk. Jó. Megígérem. Köszönjük. Viszontlátásra. Önök az Ez itt a kérdés látták műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Az Ez itt a kérdés következő adásában az egyre későbbre tolódó gyermekvállalásról lesz majd szó. Én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.